big booty bitches. Sziasztok, itt első Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és úgy vettem észre, hogy a TH8-as stratégiákat egy kicsit hanyagolom mostanában, tehát sok a TH9, TH10, vagy többi. Tehát ugye a TH8-as Clan Wars stratégiákat, támadásikat kicsit hanyagolom. És úgy gondoltam, hogy ezért most három videót is fogok készíteni TH8-as támadásokkal. Az első és egyben leghamarabb használhatóbb, amihez kell egy 3-as sárkány, nagyon-nagyon ajánlott, 5-ös lightning spell, nagyon fontos, 4-es lightning spell nem működik. 5-ös lightning spell kell hozzá, és 1-es földrengés, és a lényeg az, hogy a földrengést rádobjuk az egyik éldefenzre, azért leviszi a 25% életét, és a maradék két lightning spell, két 5-ös lightning spell, aminek ugye megnövelték a sebzését az új frissítés óta, szépen leszedi a 6-os éldefenzet is. Ezzel elérhetővé válik számunkra, hogy maradjon még egy spellnyi hely, ami valósz, amit vagy Rage, vagy Heal spell-lel helyettesítenek. Ugye eddig 3 villám volt, az kellett egy érdefensz, ez most már csak 2 villám, és egy földrengés kell. Hát Poison spell általában nem szükséges, ugyanis általában sárkány van a CC-ben, ami ellen meg nem kell Poison. Úgyhogy ez egy nagyon OP stratégia, és mindjárt fel is olvasom nektek, illetve elmondom, hogy miket értem össze, mi a fontos ezen a támadás stratégiánál. Ugye a két villám és földrengéssel pontosan egy darab érdefenzet tudtak leszedni a háromból, és nagyon fontos, hogy az érszíper állását figyeljétek, ugyanis ha szembe támadtak az érszíperrel, az általában sárkányokkal egyenlő a halállal, tehát ne támadjátok szembe az érszípert, úgyhogy köszi. Tehát, hogy ezt nem nekem köszönjétek, vagy nem, hanem magatoknak, hogy ne támadjatok szembe. Tehát, hogy ne támadjatok érszíperrel szembe. Nos, hát akkor kezdjük el a támadást nézni. És nagyon fontos, ugye a három érdefensz közül ugye egyet ki kell választani, mint le lightning spell ezzel. Az úgy legyen, hogy az érszíper azzal nézzen szembe, és a másik két érdefenzet le tudjad szedni. És ennél a stratégiánál nem az a lényeg, hogy egyből meglegyen a town hall, hanem a sweeper állás nagyon fontos, és hogy leszedjétek az másik két érdefenzet. Ha már nincsen érdefenz, onnantól 3 csillag. A lényeg, tehát ennél a stratégiánál nagyjából az, hogy leszedjed a két érdefenzet. És a CC-ben pedig balonokat kérjél. És akkor nézzük is meg az első támadást. Ugye földrengés, két villám, és hát volt érdefensz, nincs érdefensz. És hát ugye a sereg az kétféle lehet, tíz sárkány, 8 balon, 8 balon, nem, 10 sárkány, balonok a CC-ben, a balonok mindenféleképpen legyenek a CC-ben, és a másik stratégia, 8 sárkány, 8 balon, ugye a balonok azért jók, mert nem foglalkoznak semmivel, hanem egyből mennek a defense-ekre, és hát elég jó sebzés van a 6-os balonoknak. Látjátok, összes sárkány lerakta, raid spell-t, ugye a sárkányok szépen mennek befelé, azért kicsit az elején egy funnelt nyomatot, hogy a sárkányok ne össze-vissza menjenek, és igazániból az összes sárkány itt van a jobb oldal, de ugye már nincsen ilyen defense, szóval semmi nem tudja ott veszélyeztetni, innentől már 3 csillag. És hát látjátok, hogy a barkinget tisztításra használta fel, és alázás. És a CC-vel, az ellenséges CC-vel nem kell foglalkozni, és a sárkányok raid spell alatt bármi van a CC-ben, leszedik, megölik, szétölik, pusztítják minden. Szóval nem kell foglalkozni azzal, hogy mi van az ellenséges CC-ben. És a Luffy az kötelező, 6-os. Ha nem tud valaki 6-osat adni, akkor nem rossz az 5-ös se, de a 6-os az mindenféleképpen fontos. Igen, és itt ugye a fekete Luffy fogó is a 6-os balon, ami azt jelenti, hogy megfogja a sneaking ermányokat, amik ugye a sárkányokat egyből megölik, majdnem, míg egy balont elpusztított párból, az ugye az nem olyan nagy veszteség, szóval jobb, hogyha a balonokat kapja el a ermány, sneaking ermány, és ugye láthatjátok, arra az érdefenzerre rakta le a... mi ez, hogy hívják? A,
a spelleket, tehát a földrengés és a két lightningot, ami a sweeper pont szemben, ez így szépen hátulról meg tudja támadni a sweepert, és ez a másik két érdefensz ugye nagyon közel van egymáshoz. És láthatjátok, hogy pár sárkány a tisztít, nem lerakja az összes sárkányt egy helyre, hanem szépen tisztít, és szépen türelmesen vár, mint egy okos ember. És hát akkor most már, hogy megvan a fennel, szépen jöhetnek a sárkányok, balúnok, és hát récpel, ami hát horlev esetében 4-es, hát nem rossz, ha van 5-ösöd. És hát ugye néha az a koncepció, hogy a sárkányok egy érdefenzet leszednek, a másik érdefenzet pedig a balúnok szedik le. Ugye láthatjátok, sárkányok bementek középre, balúnok segítenek ott középen, hát egy érdefenz megvan, és most már a balúnok bemennek szépen középre, és leszedik az érdefenzet. Hoppá, volt, nincs. A támhol nem lett meg. Nem is fontos. Barking tisztít, és a sárkányok két oldalról körbe mennek, ami igazándiból jó, mert most már csak tisztítani kell, és tök mindegy, a lényeg, hogy ne járjon le az idő. Tehát idő ne járjon le, és akkor minden tökéletes. Kicsit lealkítom a játékot, hogyha esetleg véletlenül hangos lenne, mert én ezt így most felvétel alatt nem látom. És hát 3-4 sárkány tisztít összesen, ami hát nem sok, de hát a lényeg, hogy 3 csillag legyen, és tényleg ne arra fókuszáljatok, hogy meglegyen a town hall, nem 2 csillagra mentek, ezzel a stratégiával 3-as sárkányjal, akárhányas barkingen nagyjából meg lehet a 3 csillag. Jöhet a harmadik támadás, ez egy nem a legjobb, de anti-3-as bázis. TH8-nál ugye az egyik messze lévő érdefenzet le lightning spell-ezt, és tök mindegy, hogy a poison spell-t előbb vagy később dobod, a lényeg az, hogy dobjad le. Két villámmal, és akkor megvan ugye az air defense. És hát megint sweeper mögül két air defense, két közeli air defense felől indul meg a támadás. Sárkányok és hát balonok a CC-m, és az egy darab récvel. Ha jól emlékszem, az összes támadásnál 10 sárkány lesz, de én például Powerbank videójában láttam, hogy valaki 8 sárkány 8 balonnal nyomatta, ami hát nem egy rossz stratégia. Hát én szerintem hát használjátok a 10 sárkányos stratégiát. Tehát az egyik érdefenzet épp úgy csak sikerült leszedni, a másikat meg hát ugye a balonokra és a sárkányokra bízta Zoli. És hát ott fölül közben a barkingével tisztít. És hát most már nincsen ilyen defense, szóval most már az egész csak a tisztításról szól. 2-3 3 Archer Tower és 2 Tesla, ami most már csak egy veszélyezteti csak a tám. 3 Teslából már csak 2, ugye és most bukkant fel még egy, és hát igazándiból ez is nagyon jól halad ez a támadás, látszólag, miközben ugye alig maradt már csak sárkány életben, de hát már nincsen se defense, se olyan, se sok Archer Tower, szóval innentől már GG az egész, Wizard Tower meg ugye semmit nem ér sárkányok ellen. És hát összesen 6 támadást fogok nektek bemutatni, remélem az a 6 támadási nagyjából szemléltetni tudja, hogy mindenféle bázist le lehet ezzel rombolni, csak ügyesnek kell lenni. Nem mondom, hogy nem lehet elrontani, simán el lehet rontani, és hát ismét szintén megint egy anti-3-as bázis, sweeper hátuljából fontos támadni, ez a leges-leges legfontosabb, nem tudom elégszer hangsúlyozni, ugyanis a sweeper szépen lögdösi vissza a katonákat, mennek a sárkányok, belefújnak, visszamennek, addig az Airfence lövi őket. Megint előre mennek, fújnak, visszamennek, és amíg visszamennek, addig az Airfence tudja őket lőni, ami hát szed és nem túl jó dolog. És hát jönnek a lufik, és most már a tisztítás megvolt, és ez az egy récpel iszonyatosan sokat segít, ugye régen is volt egy ilyen stratégia, le lehetett egy ilyen defense-et szedni, de hát ugye ahhoz 3 lightning spell kellett, és akkor nem maradt semmi. Tehát, hogy nem maradt meg egy récpel, ami itt ebben a stratégiában kulcsfontosságú. Ugye itt láthatjátok, hogy a balunnak récpel alatt szedték le az utolsó érdefenzet, és hát innentől már csak azon múlik, hogy az 3, 4, 5, 6 darab sárkány milyen gyorsan tisztítja végig a bázist. Szuper ez a stratégia, mindent T8-nak ajánlom, és remélem tényleg, hogy tudtam ezzel segíteni, mert a klánomban is kicsit a sárkányozás már kezdett elavulni, és hát ugye friss T8-on nincsen egyből mindenkinek 4-es hográjdere, tehát hogyha kész a T8, akkor általában valaki, ha okos az illető, akkor a 3-as sárkányt fejleszti, utána pedig ugye valószínűleg a Lightning Spellre van szükség, és hát a Lightning Spell után fejlesztitek a földrengést, és már használni tudjátok is ezt a stratégiát. Nos, szintén megint Airsweepert figyelembe véve azt az Airdefense-et szedte le, ugye hát itt lehetett volna jobb adat is leszedni, csak hát akkor pont szemből lett volna a támadás az Airsweepernél, de hát ugye itt láthatjátok, hogy 2 darab sárkány így szemben megy az Airsweeperrel,
igazából a tisztítás céljából. Ugyanis megláthatjátok, hogy ez a két érdefensz elég rosszul van elhelyezve, és hát a balonok is úgy vannak, hogy az a mortár miatt bemennek egyből a középre, és hát a récpel alatt nagyon-nagyon hamar le fogják szedni azt a két érdefenszet, mint láthatjátok. Boom, Tesla volt, nincs. Boom, érdefensz volt, nincs. Boom, másik érdefensz volt, nincs. És ugye... Hú, kemény gyalázás van itten. Sikerült a két csillagot is nagyon egyszerű ezzel beszedni, ezzel a stratégiával. És hát ugye a Barking is ott megmaradt tisztításra, tehát nem az vagy, júj, akkor meghalt az elején a Barkingem, és akkor, hogyha nincsen már sok egység, akkor jaj, mivel fogok tisztítani? Hát itt van a Barking is arra szolgál, tehát, hogy nincs semmilyen más szerepe. És láthatjátok, ezt a viszonylag használt TN8 stratégiát, amit hoggal nehéz bevárni, mert dupla jambom van benne, vagy jól vannak eljezve, tehát ugye 3, 4, 5, 5 sárkány, nem, 6 sárkány életben maradt. Ami hát eléggé ritka egy TN8-as bázisnál. Nos, következő bázis, amit kicsit szerencsétlenül, de meglett a három csillag. Illetve szerencsésen lett meg, de a támadás kicsit nem úgy történt, ahogy tervezte a támadó. És hát ez lesz az utolsó támadás. És itt láthatjátok, hogy ha nem jön össze minden úgy, ahogy tervezitek, akkor is meglett a három csillag. Tehát, hogy annyira OP ez a támadási stratégia, srácok, hogy bárki ellen meg lehet. És hát köszönöm a 4-4 Akademinak a replayekért, ugyanis nélkülök ez a videó nem valósulhatott volna meg. Ugyanis a klánomban is használjuk ezt a stratégiát, de csak egy-két ember, és nem lett volna ennyi replay, nem kaptam volna ennyi tanácsot, ugyanis nem én találtam ki ezt a stratégiát, hanem Powerbank posztolt róla egy videót, abban viszont nem vagyok biztos, hogy ő találta ki. Azt hiszem azt mondta, hogy az egyik klántársa találta ki ezt a stratégiát. És itt láthatjátok, hogy a Town Hall nagyon nem lett meg. És hát ott a 3-as sárkány versus 4-es megy középen, Archer Tavert, AT-t, azt akartam mondani, csak így nem jött a számra, nem sikerült leszedni, pont, ami majd később fontos szerepet fog játszani a támadásban, ugyanis lent van még 3 sárkány, fönt egy sárkány, mi meg fog halni, plusz a Barbarian King tisztítani, tehát 2 Archer Tavert, meg az a csúnya sweeper van ott középen, amit ugye szerencsére ez a sárkány leszed. És hát igazániból 2 sárkány maradt tisztítani, és viszonylag sok épület van még, szóval... hát igen, igen. 2 sárkánynak kell 15%-ot bevennie, úgyhogy még ott van a Town Hall is, és ott van még egy 10-es Archer Tavern, aminek nincs sok élete, de hoppá, sok élete van ugye annak a sárkánynak, de hát az a sok életű CC azért viszonylag szépen felfogta a dolgokat, de a lényeg, hogy meglett a Town Hall és a 3 csillag. Nos, ez a videó ennyi lett volna, lesz még több TN8 guide, egyelőre ennyi, érjetek be ennyivel, de lesz több, mondom tényleg, és remélem tudtam segíteni, ez egy tök jó támadási stratégia TN8-on, úgyhogy én ennyi lettem volna mára, találkozunk holnap is egy másik videóban, és hát akkor, sziasztok!